Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Önök a Heti TV-t és a Pérkadó című reggeli politikai magazin műsort látják. M. Kende Péter vagyok. Első vendégemet nagy szeretettel köszöntöm, Bajka István országgyűlési képviselőt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, köszönöm neki. És akkor mielőtt nekifogunk a mindenféle megbeszélésének, a kötelező gyakorlatokat megfutjuk. Tehát 5781 Nissan havának 10. napja van. A Gergely naptár szerint 2021. március 23-a és kedd. Az emőkék ünneplik a névnapjukat, és akkor a mai önkényesen kiválasztott születésnapos, 80 évvel ezelőtt született Verebes József mesteredző, labdarúgó volt, edző volt, aki többek között arról is nevezetes, hogy ő volt az, aki utoljára nyert az MTK-nak bajnokságot. És akkor nézzük az időjárást. Egyre jobb híreim vannak. 7-12 fok között várható mai hőmérséklet, enyhén felhős lesz az ég. Itt a tavasz, jelentem tisztelettel. És akkor nézzük, hogy a bankok miben segítenek. 367.33-on áll jelenleg az euró, míg az angol font 427.63-on, a Magyar Nemzeti Bank középárfolyama szerint. És akkor nézzük a képviselő úrral, illetve nem is képviselő úrral fogok először beszélgetni, hanem elnök úrral, szövetségi elnökkel, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. A Magyar Ökölvívó Szövetség azon kívül, hogy képviseli az ökölvívókat, versenyeket szervez, megemlékezéseket is rendeznek, és hát van is kiről megemlékezni, Papp Lászlóról fognak megemlékezni. Háromszoros olimpiai bajnok, kétszeres vagy háromszoros profi Európa bajnok, ha jól emlékszem. Kétszeres. Igen. Egy kiváló sportember. Miért tartják fontosnak? Persze csacsi a kérdés, de azért mégiscsak. Ilyen szempontból könnyű a kérdés, köszönöm. Tehát tényleg kevés olyan sportág van a világon, illetve Magyarországon is, akinek egyszerre elmondhatja azt is magáról, hogy van egy háromszoros olimpiai bajnoka, és a magyar ökölvívás ilyen, hogy 1948-ban Londonban, középsúlyban, 1954-ben, 52 és 56-ban így van, bocsánat, Helsinki. Igen. Tehát tévedtem ki, bocsánat, csak a reggelnek a hatása. Tehát ott már viszont váltósúlyban szerepelt, és azt gondolom, hogy ez egy páratlan karrier, amit Papp László befutott, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetségben egyik alapvető feladatunk, hogy minden sportolónkról, elődünkről, nagyságunkról megemlékezünk, mert azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja. Tehát az elődök tisztelete, megbecsülése, rájuk való emlékezés az minden kultúra, így a Magyar Ökölvívó Szakszövetség kultúrájának is az egyik alapja. És azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg Papp László az egy olyan személyiség, olyan ikonja az egész egyetemes ökölvívásnak, amire mindannyian büszkéknek kell lennünk, és mai napig is, pedig hát azért már régóta nincs közöttünk, Isten nyugosztalja Laci bácsit, de mai napig is Magyarországot még mindig úgy ismerik fel sokan, vagy úgy többek között úgy tartják számon, hát itt volt egy fantasztikus ökölvívó, Papp László, Belmondótól kezdve lehet sorolni a nagyságokat, akik mind az ő tisztelője világban, és a mai napig élő emlékezet van az ő fantasztikus sportteljesítményéről, és hozzá kell tegyem, hogy ő miközben tényleg a világ tetejére jutott, és először volt az ökölvívás történetében háromszoros olimpiai bajnok, később még lettek követői többek között a kubai Stevenson, de valójában ő volt az első, aki megmutatta a világnak, hogy ebben a nagyon kemény sportágban, ahol nagyon nehéz másodszor is a csúcsra jutni, háromszor volt erre képes, és elsőként mutatta meg a világnak, úgyhogy miközben megmaradt egy nagyon szerény, nagyon alázatos, nagyon munkaszerető, és a fiatalság és a jövőért élőhaló embernek megmaradt, úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy minden szempontból, sportolói szempontból óriásit alkotott, páratlant alkotott, de utána végig megmaradt embernek, jó edzőnek, a fiatalok képzőjének és példaképnek, úgyhogy minden szempontból csak azt tudjuk mondani, hogy egy fantasztikus emberről van szó. Nekem vele kapcsolatban, most ezt a probléma, ez így nagyon rossz kifejezés, de mégiscsak így próbálom megkérdezni, hogy a mai szakszövetségi vezetésnek, hogy a mai sportolóknak nem nyomasztó az a teher, hogy valahogyan közelébe jutni annak, amit Papp László elért. Ez nem egy, mert én azt gondolom, hogy azért ez egy kihívás is, de nyomasztó is, hogy hát fölérni a nagysághoz.
Hát az ökölvívás az egy nagyon, nehogy félreértsék, hisz van női kitűnő sportolóink is, az egy, a szónak az általános értelme, ez egy kemény férfias sportág. Itt olyanok tudnak úgymond magasra jutni, akik utat tudnak, képesek törni maguknak, és tűzön, vízen át ők a legnagyobb és a legjelentősebb sikereket akarják elérni. Én őszintén szólva nem beszéltek a sportolóink nevébe. Én nem éreztem az ő esetükben, hogy ezt teherként élnék meg, de büszkeségként azt viszont igen. Tehát amikor egy magyar ökölvívó a szorítóba lép, és tulajdonképpen úgy lép be, hogy ő Papp László örököse, Papp László hagyományainak a folytatója, és Papp László az, akire rögtön tudják, hát igen, egy magyar volt, aki a világ tetején volt három alkalommal is, és ez inkább én úgy érzem, hogy az ő esetükben erőt ad, hivatkozást, és jó érzés magyarként látni az ő mérkőzéseket, jó érkezés magyarként belépni az ő helyükben is, meg bocsánat, képletesen a szorítóba. De én nem érzem tehernek a részükről. Most az előbb mondtuk arra, hogy meg kell emlékezni Papp Lászlóról, és most egy kis kanyart veszünk. Az emlékezet az nem csak egy sportági szakszövetség esetében, hanem a nemzet, egy ország, egy nemzet esetében is fontos. És az igazságügyi bizottság, ha jól tudom, foglalkozott a Nemzeti Emlékezet Bizottságával. Kicsit, ha lehet, tegyük tisztában, mert ez a nemzeti emlékezet, tehát hogy próbáljuk lefordítani, mit is jelent ez? 2013-ban hozta létre az országgyűlés ezt a bizottságot, alapvető feladata és célkitűzése, hogy a kommunizmus bűneit, magának a kommunista rendszernek, a hatalomnak a történetét feldolgozza, és megemlékezzen természetesen az áldozatokról, és őróluk is, és van mélység fontos adata, hogy a kommunista bűnöket elkövető személyeket is felderítse, felkutassa, és a hatóságokkal együttműködve a bíróság elé állítsa. Én azt gondolom, hogy a kommunizmus bűnei azok olyan súlyosak, és azt gondolom, hogy erre a külön országgyűlés által feltett bizottságra nem úgy szükség volt, hanem égető szükség volt. És a bizottságnak a tevékenységét van szerencsém közelről is figyelni, vagy a rendezvényeiken részt venni, illetve a kiadványaikat. Ha valaki meglátogatja az ő honlapjukat, tényleg tudományos művek sokassága, tudományos konferenciák sokassága, könyvek, kiadványok, rendezvények, szóval mind emlékeztetnek bennünket arra a múltra, ami már az én koromban is ide kell, hogy értsem, tulajdonképpen mindig bennünk él, és tulajdonképpen még mindig itt vannak a káros hatásai, itt vannak a lenyomata, hogy ezt a társadalmat azért több mint 4 évtizeden keresztül tulajdonképpen rabságban tartották, és valójában hogyan torzították el a társadalmat, hogyan állították egy idegen hatalom szolgálatába, egy olyan eszme szolgálatába, ami az egy gyilkos eszme volt valójában. És azt gondolom, hogy ez a bizottság egy történelmi feladatot is betölt, hisz az a munka, az a feltáró munka, az a tudományos munka, az emlékezetnek az alapját képező iratok felderítése, felkutatása, rendszerezése, a még élő tanúkkal való kapcsolatfelvétel és velük való interjú készítés, és egyáltalán az élő hagyományoknak, még élnek közöttünk vannak, azoknak az emlékeinek a beépítése a tudományos kutatásban az rendkívül fontos. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan bizottságról beszélünk most, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról, amely önmagában is most már a mi magyar történelmünknek a része. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire csúszós ez a pálya, amivel a Nemzeti Emlékezet Bizottsága foglalkozik. Abban a szempontból kérdezem, hogy mindeközben, amikkel foglalkozik, azokat be kell mutatni természetesen, hiszen ez a történelem része, de a történelem része az is azok a hétköznapok, amiket az emberek kénytelen, kelletlen megéltek, hogy ne, hogy mondjam, hogy az emberek, akik ezt átélték, egyszerű hétköznapi emberekként dolgoznak, hogy ne érezzék magukat se kollaboránsnak, most nem tudok más kifejezésre, se bűnösnek. Tehát, hogy mennyire lehet ezt szépen egyenesben tartani, hogy ne forduljon visszájára a történelmnek az ismertetése. Hát én azt gondolom, hogy a bizottság
tényleg feladatának és hivatásának megfelelően alapvetően azt deríti fel, hogy kik voltak a hatalomnak a birtokosai is, és hogy a csúcsán, és hogyan métejezték meg adott esetben mélyebb rétegeken keresztül is a társadalmat, hogyan alakítottak ki ügynökrendszert, hogyan vették el a földeket, kezekedzen, hogy 62 között hogyan történt mondjuk a földek elvétele, a vagyonok elvétele, és mindezek milyen hatalmi szerkezetben, hatalmi technikákkal oldották meg. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően nyilván értem a kérdést, de azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván a szocializmusnak hívott időszak alatt is az emberek szerettek volna emberként megmaradni, és emberként élni, és úgymond elviselni a hatalmat, és nem értettek fel a társadalom, nyilván jelentős többsége nem szerette, nem akarta, pontosan érezte, élni akar. Pontosan érezte, hogy ez egy rákényszerített kommunista hatalom, Moszkvából érkezett ideológusokkal, stb. Érezték ezt nyilvánvalóan az emberek, és az én családomról is sok történetet tudnék mondani, sajnos nagyon szomorút is ezzel kapcsolatban, de azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek élni akartak, túl akarták élni, meg akartak maradni, és titkon az emberekben ott élt az a vágy, hogy mint már egyébként a magyar történelem a más hatalomgyakorlások alatt is, ez el fog múlni, túl kell érnünk, és úgy kell nevelnünk a gyermekeinket, leányainkat, unokáinkat, úgy kell nevelni, hogy majd lesz egy jobb kor, majd el fog jönni egy jobb időszak, és addig őrizzük meg magunkat embernek. Pont tegnap olvastam a közösség oldalon egy visszaemlékezést arról, hogy 89-ben, ha jól emlékszem, valahol Vas megyében rendeztek egy íróolvasó találkozót, ahova Berkesi Andrást hívták meg. Teljesen rendben zajlott az író-olvasó találkozó, egészen addig, amíg egy valaki föl nem állt, és aztán mondta neki, hogy hát akkor talán kedves író-elvtárs, tessék szívesen beszélni arról, hogy mit is tetszett csinálni. AVH-sként. És az szerepelt ebben a beírásban, hogy elementális botrány lett belőle, és hogy de a legérdekesebb az, hogy megfordult a hangulat, mert először ugye azt mondták a közönség, hogy jaj, miért bántja ezt a szegény embert, majd amikor már többen is fölálltak és mondták, hogy engem is ott tetszett elverni, mint szódás a lovát, akkor megfordult a hangulat, és onnantól kezdve már a Berkesivel szemben lépett fel úgymond a nézőközönség. Tehát az ilyen típusú visszaemlékezések is azt segítik, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudjon minél több információt összeszedni, ugye? Jól gondolom. Hát én azt gondolom, hogy egy emberi társadalomban fontos, hogy különbséget tudjunk tenni jó és a rossz között. Tehát a jó és a rossz között. És azok, akik a kommunista hatalom birtokosaiként, működtetőjéként, haszonélvezőiként végül is arra szövetkeztek, hogy ezt a társadalmat elnyomják, és az ő hitük idézőjelben, hogyha volt egyáltalán hitük, pedig átalakítsák erőszakos eszközökkel. Szóval megmutassuk azt, hogy mi volt, és megmutassa a bizottság azt, hogy mi volt az, ami pusztította ezt a társadalmat, hogyan pusztította, és milyen áldozatokkal járt ez. Óriási áldozatokkal mindannyian tudjuk, és szó szerint családok, szinte olyan családot nem is nagyon lehet mondani Magyarországon, valamilyen módon ne nyomorított volna, meg ne érintett volna hátrányosan a kommunista hatalomgyakorlás. Tehát azt gondolom, hogy az emberi társadalmak, és ez általánosságban is használ, nem csak konkrétan ebben, hogy mindig feladata, hogy a jó győzzön, tehát a jót mutassuk meg, és megmutassuk azonban a gonoszt is. Ez így igaz, és azt tudom ezzel kapcsolatban zárásként elmondani, hogy ez nem mese. Erre törekednünk kell, és ha törekszünk rá, akkor ez meg is valósul. Theodor Herzl szavai, hogyha akarod, nem mese. Feladat, és mi ezt akarjuk? Igen, mi feladatunk az, hogy ha súlyos eseményeken, hisz magyar történelmen végig tekintünk, nincs erre most időnk, és a beszélgetésünk tárgyához azonban nagyban illeszkedik, hogy Magyarország rendkívül hosszú szenvedés történeten van keresztül. És nekünk pedig az a feladatunk, a bizottságnak az a feladat, hogy megmutassuk az embereknek ezeket a borzalmas időszakokat. Egyúttal ebből az emberek, azt gondolom az emberiség, és mi magunk is itt ebben az országban tudunk tanulni. Tudunk tanulni azt, hogy hogyan kerüljük és hogyan ne ismétlődjenek meg azok a borzalmas események, amelyeken túl vagyunk, vészkorszak, a borzalmas rákosista korszak, a kommunista gyakorlás. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a rosszat azért kell megmutatnunk és feldolgozzunk, hogy tudjunk tanulni belőle. Tanuljunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, én is a kívást.